Elnökválasztást és az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazást is rendeznek vasárnap Moldovában. Utóbbi kardinális kérdés az ország fejlődésének szempontjából. Míg egyesek az EU-hoz való csatlakozásban látják a jövőt, mások meg akarják őrizni a közeli orosz viszonyt. Ez a választás létfontosságú a moldovai emberek számára, ugyanis a társadalomnak két pólus közül kell választania. Végérvényesen eldönthetjük, hogy Európához, egy európai civilizációhoz csatlakozunk, vagy továbbra is szovjetek maradunk, egy olyan civilizáció része maradunk, ami már a régmúlté, mondta Anatol Taranu, politikai elemző. A választást megelőzően a moldovai hatóságok figyelmeztettek, hogy Oroszország megpróbálhatja befolyásolni a választást, távol tartva Moldovát az EU tagságtól. Kisinyov értesülései szerint Oroszország 100 millió eurónál is többet költhetett a szavazás befolyásolására dezinformációs kampányokon keresztül. Moldova miniszterelnöke erre hívta fel a választók figyelmét. Önökön múlik, hogy megállítsák a demokráciánk elleni támadást. Vasárnap ugyanis önök választanak. Vissza szeretnénk térni a múltba, kihívásoknak kiszolgáltatva, fejlődésre alkalmas erőforrások nélkül, vagy lépünk egyet a jövő felé, mondta Dorin Recean. A legtöbb fiatal, akivel Kisinyovban beszélgettünk, azt szeretné, hogy Moldova az európai struktúra része legyen. A moldovaiak leginkább kedvező béreket és az infrastruktúra fejlődését várnák a csatlakozástól, mondta az Euronews tudósítója Kisinyovból. A közvéleménykutatások szerint a moldovaiak mintegy 60%-a támogatja az EU csatlakozást.